Úgy fogalmaztunk, hogy a választás hétköznapi, mármint hogy a választás eredményének hétköznapi üzeneteiről fogunk beszélgetni. Talán önök is elfogadják, hogyha úgy gondoljuk, hogy beletartozik a hétköznapi üzenetbe az is, hogy az előzetes, hát lehet, hogy félreértett ígéreteknek megfelelően, nem megfelelően történt az, ami történt a Szabadság téren a német megszállás emlékművel. Nevezetesen Orbán Viktor azt ígérte, hogy majd a húsvéti ünnepek után folytatja az erről szóló egyeztetést a mazsihisszel. Ehhez képest elkezdték építeni az emlékművet. Szóval ez is egy üzenet, bár ma a képviselőtársai az 5. kerületi önkormányzati ülésen, képviselőtestületi ülésen Rogán Antalt megkérdezték, hogy ez most micsoda, és ő azt mondta, hogy Orbán Viktor a februári levelében csak annyit írt a mazsihisznek, hogy a német megszállás emlékmű ügyében húsvét után újra indulhat a konzultáció. És Rogán Antal szerint nem szegte meg Orbán Viktor az ígéretét, mert hogy a konzultáció az újra indulhat majd húsvét után, ettől függetlenül az építkezés meg el lehet kezdeni korábban is. Korrát György a vendégem, jó estét kívánok! Közücsokolom! Hát ez is elég egyértelmű üzenet, én azt gondolom, hogyha valakinek azt ígérem, hogy jó, itt most nem értünk egyet, választási kampány van, majd húsvét után beszéljünk erről az ügyről, de egyébként addig én azt megvalósítom, amiben nem értettünk egyet. Hát ez, akkor miről konzultáljunk, hogy... Gyenge vicc. Hát, de, igen. Hogy egy kicsit alaposabban szóljunk a dologról. Ebben a helyzetben Orbán Viktornak ugye két ellenzéke van, egy ultrajobboldali, vagy szélsőjobboldali, és mondjuk egy... balliberális, de az is nem csak azok vannak benne, hanem mindenféle olyan emberek, akik valamilyen szakmákat védelmeznek. Na most ő neki módjában lett volna, vagy lenne ilyen helyzetben egy konzervatív liberális irányba fordulni. Ő valaha liberálisként, sőt radikális liberálisként kezdte, innen átkorcsolyázott a játszótérnek a másik átellenes sarkába. Nem kötelező ezt tennie, mert az Európai Uniónak ez nem esik jól, ettől nem lesz Magyarország helyzete jobb, ettől csak zagyvább lesz a tudati állapota, és butábbak és szegényebbek leszünk. De most ő kétségtelen egy harapófogóban van, mert amit említett ez a szobor, amennyiben ezt szobornak lehet nevezni, ez minden bizonnyal a Jobbiknak az óhaja volt. Ezzel a szélső jobboldalnak kedveskedett, mert azt mondja, hogy a német megszállás ugye az derült égből, magasból lecsapott, mint egy sas erre a szegény kis országra, mi nem is voltunk. Gyenge Arkangyalra, amely védtelen volt, igen. Védtelen, és mi nem is voltunk más viszonyban, mi nem voltunk fegyverbarátságban, katonai szövetségben, nem voltunk az utolsó csatlós, mert azok voltunk, az utolsó csapatok még magyarok voltak, akik harcoltak, és ezzel azt mondja, hogy igazában mi nekünk az a politikai irányzat rokonszenves, amely a második világháború végeredményét nem fogadja el, vagy csak kelletlenül úgy tesz, mintha elfogadná, de nem fogadja el. Én igazából azt nem értem, hogy ha ez a szélsőjobbnak tett bármiféle engedmény, gesztus volt, vége a választásoknak, akkor most erre az újabb konfliktusra, csak azért is megcsinálomra, miért van szükség? Két tudom, kampányban lehet. Még lesz európai parlamenti választás, igen, is, de ahogy a Fidesz áll, különösen a két választás között, ha ilyen rövid idő van, akkor ez a bizonyos győzteshez való tartozás, ez mindig minden mérésben látszik, hogy nem egy hónapig, hónapokig kitart. Tehát nem sok esélye van a Fidesznek most az európai parlamenti választásokon népszerűséget veszíteni, eredményt rontani. Akkor miért? Az európain még nem. Talán az önkormányzatin igen. És tulajdonképpen két olyan szinttel megy szembe, amelyek a nemzetállami kormánynak a hatalmát valamelyes korlátozzák, vagy ellenőrzik. Az egyik ugye az európai szint, a másik pedig az önkormányzati szint alulról, és mind a kettőt megtámadta.
Ez az utóbbi nagyon fontos, mert az tulajdonképpen a területi hatalom. És a területi hatalom nem igazán pártok szerint rendeződik, inkább személyek szerint. Itt szeretnék valamit mondani egy kis kiágazásképpen. Én azt hiszem, hogy tévedésben van az a magyar politikai közvélemény, amely azt gondolja, hogy mindent a pártok határoznak meg. Legalább annyira a személyek. És a polgármester a személyként jelenik meg, és nem a párt delegáltjaként. Nem az számít, hogy melyik párt támogatja, hanem hogy milyen viszonya van a településsel, a faluval, a várossal, mennyire ért hozzá. De ez nem csak egy optimális esetben van ez így? Azt hiszem Kuncének igaza volt abban, hogy ha nagyon elmozdult a nagy pártok között a viszonylat, ha nagy különbség van köztük, akkor számít a személy is. Illetve akkor nem számít akkor a személy. Akkor nem számít, akkor a pártokra szavaztak. Igen, de ha ez a különbség gyengül a nagy pártok között, akkor a személy miensége előtérbe lép. De tegyük hozzá, hogy az önkormányzati választás, a területi választás, az mindig inkább a személy tartja fontosnak. Gondolja meg, hogy hány független ember jelentkezett polgármesternek. És a személyben nagyon fontos elem az, hogy mennyire ért a településéhez, városához, falujához, mennyire szereti, mennyire ismerik az ő viselkedésének módja, kedvessége vagy undoksága meghatározó. És ezt most mire fölmondja? Ezt arra fölmondom, hogy nagy hiba lenne megismételni azt a butaságot, még egyszer mondom, butaságot, ami most a parlamenti választás során bekövetkezett, nevezetesen azt, hogy nem szemét választanak jelöltként, hanem a legerősebb pártnak, legerősebb náknek látszó, a legtöbbet közvéleménykutatások szerint leginkább támogatott pártnak a jelöltjét, akinek nincs tapasztalata, aki a legkevésbé megnyerő volt ezek között az induló versenyzők között, akit jó indulattal támogattak a többiek, fegyelemmel, mert úgy gondolták, hogy tartoznak az összefogásnak ennyivel. Tehát azt mondja, hogy Mesterházinak tanulnia kellett volna abból, hogy több szimpátia övezte Bajnait, nagyon jött fel a Gyurcsány, a tapasztaltabb embereknek több helye van az legelső helyeken, mint egy újoncnak. Na jó, csak ebben az országban, aztán nem minden alap nélkül, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy csak kimondottan a Fidesznek, mint ellenérdeket félnek a ügyes kommunikációja révén, hanem valós társadalmi érzések, szavazatban megnyilvánuló társadalmi vélekedés alapján a politika lejáratta magát, elkopott, megkopott emberek vannak. Az elmúlt 8 évet leszavazták a választók 2010-ben, és ugye akik azt mondták, vannak személyek, akik kihúznak ebből. Igen, csak akik azt mondták, hogy Mesterházi Attila kell ennek az összefogásnak az élére, ők meg azzal érveltek, hogy tehát Gyurcsányt láttuk, utána Bajnait bár kicsit láttuk, de mégiscsak Gyurcsány embere volt, minisztere is volt a kormányban. Hát erről már szavaztunk egyszer 2010-ben, ezek az emberek már leszerepeltek, nem biztos, hogy az emberek őket akarják ismét hatalomban. A Mesterházi is volt akkor pártelnök, és meg kellett volna kérdezni, hogy mit tanult azóta, milyen többlettudása van, mihez ért. Ez nem fontos? Most így gondolkodtam, hogy ezt megkérdezem, hogy Mesterházi Attila mihez az ember egy embert megválaszt valamilyen pozícióra, azt nézi, hogy tud-e valamit, milyen ember, milyen a jelleme, hogy beszél, mennyire rokonszenves, mennyire hihető az, amit mond. És, hát van akinek, igen. És rábíznám-e az országot, magamat, a gyerekeimet. Na de az nem csak április 6-án derül ki, tehát a választás nem, napja? Nem, mert minden menet közben kiderül folyamatosan, amikor beszélnek az emberek, és kliséket mondanak, vagy a saját fejükkel gondolkoznak. Látnie, hogy ott helyben, amikor kérdezik, akkor innen jön a válasz, vagy a hasból a betanult. Tehát az április 6-ai eredmény, a kormányváltó összefogás veresége, az azt mondja, hogy személyen múlott, tehát nem jó személy állt Mesterházi Attila személyében az összefogás élén? Azt mondom, hogy ennek erős része volt benne. Erős része volt. Lehet, hogy gyengébb lenne a különbség a két párt között, mármint a Fidesz és az összefogás között, hogyha nem egy ilyen gyenge játékos ment volna
az aránylag erős Orbánnal szemben. Annak idején a Gyurcsány nem volt gyenge játékos Orbánnal szemben. Talán nagyon támadták, úgyhogy lehet, hogy Bajnai jobb lett volna, mert szárazabb, tudósabb, racionálisabb, kevésbé rögtönző. Gyurcsány egy nagy improvizátor. Nála jobb szónak nincs, de a Bajnainak a szívós érvelése sok olyan embert vonzhat, akik annak idején például a Megyesire szavaztak, noha az se volt egy nagy szónok. Hát nem. Tehát akkor most ugye a szoborból, a második világháborús emlékműből jutunk oda, hogy csak azért is tehát, mondja ezt, Orbán. Csak azért is, és hogy ugyanezt a hibát az ellenzéki pártok viszont ne kövessék el, ugye enne, erre fölmondta. Ne kövessék el, tehát ne ezt a Horváth Csabát indítsák megint összhangban, mert ez egy biztos bukás. Mert ő sem olyan ember, aki nem tudom, hogy rossz embere, vagy jó embere, lehetett már őt látni itt is, ott is, mondott nem is nagy butaságokat, van helye, esze a maga helyén, de nem az az ember, aki meg tudja testesíteni Budapest szellemét, Budapest derűjét, Budapest okosságát. Ez egy jó város. És akkor ki az az ember, aki, hogyha nem Horváth Csaba, aki meg tudja testesíteni Budapestet? Én sokféle embert tudok elképzelni ebben a szituációban. Azt tartanám jónak, ha lenne valami előválasztás, valami primary, hogy jelentkeznének emberek, hogy én hajlandó vagyok. Hát el tudom képzelni, hogy a Bokros is tudná csinálni, a Kunce is tudna, hogy még csak politikusok körébe Bajnai is tudná csinálni, mindenki jobban csinálná. De akiket most felsorol, azokat most lehet, hogy ki is lőtte. Lehet, hogy... ja, igen. Akkor akiket előre megnevezünk, annak annyi. Volna még a fejemben néhány, de akkor azokat nem mondom. Az se lenne nagy baj, ha építész lenne az illető. Az se lenne nagy baj, ha hozzáértő várostudós lenne. És továbbá még egy valamit mondanék, ami fontos. Egy olyan ember legyen, aki higgadtabb, és nem csinál mindenféle ilyen Hübele Balázs tervet. Egyáltalán nem biztos, hogy a városnak olyan nagyon kell az a föld alá rejtett múzeumi komplexum. Egyáltalán nem biztos, hogy meg kell sérteni intézményeket, patinás intézményeket, amelyek a várban helyezkedtek el, a Széchenyi Könyvtár, az Akadémiának a különféle intézetei, amelyek a Nemzeti Galéria, ezek mind nagyon tiszteletre méltó intézmények, és miért kell inkább valami kormányembernek csücsülnie ezekben a palotákban? Szép hely az. Hát megértem, igen, én is szépnek találom őket. Na, de hát más is, de miért ne csücsüljenek az olvasók a könyvtárba, és miért nem menjenek a tudósok a tudományos intézetekbe? Ez tulajdonképpen a kultúrának a leváltása a másodlagos bürokráciával. Ha ebbe beleegyezik az értelmiség, akkor gyáva és buta. Nézzük még április 6-át. Értem, hogy mit mondott a szeméről, és ezáltal a választókról, a társadalomról. Az értékeket kell védenie a személynek, de ahhoz ő adne értékeknek kell laknia. És ahhoz egy olyan személy kell, tehát értem, hogy mit mondott, mit fejtett ki, hogy a valakinek személy... kell lennie. Valaki, aki megtesel. Viszont, hogyha igazak azok a számok, amit a közvéleménykutatások folyamatosan mértek, és még az utolsó pillanatban is azt mérték, hogy magasabb azoknak az aránya ebben az országban, akik kormányváltást szeretnének, de ezek szerint ön arra tippel, hogy abban a személyben és ebben a formációban nem találták meg a kormányváltó erőt, na de mégiscsak, ha ezt komolyan gondolta volna a választóknak a nagy része, akkor nem 60% a részvételi arány, akkor nem marad otthon közel 4 millió választó. Lehetséges, de hát... De miért? Tehát mitől van az érdektelenség? Mert az emberek egyszerűen gondolkoznak, és azt mondják, most Orbán helyett jön ez a mesterház. Ez így történhetett. És az meg hogy történhetett, hogyha valakinek a fejében az fordul meg, hogy Orbán helyett mesterházni nem, hát akkor inkább a Jobbik. Mit bánom én, mit mondanak, nem is mondanak olyan csúnyákat. Néha ezek mondtak olyan kritikus dolgokat a kormányról, aminek volt füle farka, mert mint a jobbikosok. Az, hogy milyen csúnyaságokat, vagy milyen komisz dolgokat mondtak, az most nem szerepelt a politika erőterében. Lehet, hogy változnak, mert rájöttek, hogy
hogy itt ebben a jobb szélen ők még egy kis keresnivalók is lehet, nem csak a radikalizmussal, hanem néha egyszerűen a megfontoltabb véleményekkel, hogyha a miniszterelnök megfontolatlan dolgokat csinál. Szóval nem közönös a magyar társadalom, vagy a választók nagy része, hanem nem volt kínálat, ami miatt szívesen lelkesedett így volna? Így gondolom. De még hogyha közönös is lett volna, és ha jobb lett volna az ajánlat, akkor azt hiszem, a különbség kisebb lenne, és nem állna fenn ez a izgalmasnak tetsző dilemma, hogy lesz kétharmad, nem lesz kétharmad. Ha lesz kétharmad, akkor az olyan, mint a proletár diktatúra. Ugye az, hogy mi mindent csinálhatunk, jogunkban áll. Ha nincs kétharmad, akkor egyezkedni kell. Na most én kívánnám Orbán Viktornak, hogy ő neki egyezkednie kelljen, hogy tárgyalnia kelljen, hogy válaszolnia kelljen a kérdésekre. Tessék? Hogy legyen parlament. Hogy legyen parlament. De hogy akár a parlamenten, a bizottságokban ott valóban megtárgyalják a dolgokat, amelyek következtében azt mondják, hogy hát most nem tudtunk megegyezni, akkor aludjunk rá egyet, hónap hát, ha több eszünk lesz. És ez demokráciákban így zajlik. Megtárgyalják, hát majd hónap. És lehet, hogy holnap után jóra jönnek. De ő meg azt hiszi, hogy csak az az okos, amit ő tud mondani, és ezért össze-vissza mindenféle butaságot mond és csinál. Szóval ez a tétje a kétharmadnak, illetve a nem kétharmadnak. Igen. Mit is mondott ott Zoltán? Egy hét múlva körülbelül akkor tudjuk majd a végleges eredményeket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kezdőcsokorom.